Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület következik. 1994-ben alakult azzal a céllal, hogy a bukovinai széke hagyományokat felkutassa, ápolja és továbbadja az utókornak. Thank you.
Hölgyeim és uraim, a forró táncritmusok után aranyos dallamok csendülnek fel a bukovinai székelyek szekszárdi egyesületének maroknyi székely népdalköre jóvoltából. Maga az együttes Erős Árpád vezetésével 2013-ban jött létre a bukovinai népdalok gyűjtésére, megtalálására és továbbadására. Később művészeti vezetőjük 2014 óta Szabóné Gáncs Tünde lett. Yeah.
Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület Kis Zelke és Kisfecskék Táncsoportja közös fellépését láthatjuk.